A farsangi időszak végén, a nagybőjt kezdetén még egy utolsó, nagy gasztronómiai fesztivált tartottak Perekeden. Három nemzetiség, köztük a svábok is hagyományos recepttel, különlegességekkel készültek. A perekedi német nemzetiségi önkormányzat akár csak egész évben, most is összefogott és jól felkészült csapattal érkezett a kolbász és hurkatöltő versenyre. A perekedi német önkormányzat 2010-ben alakult, mert fontosnak tartottuk, hogy a faluban még élő német nemzetiségeket összefogjuk. Segítséget kaptunk az Erdi úttól is, mert ugye már működtek német önkormányzatok, és a megalakuláshoz gyakorlati és elméleti támogatást is kaptunk. Nagyon jól működünk szerintem, mert évek óta alatt felépítettük ezt a kis csapatot. Vannak stabil, fix segítőink, 10-15 ember, de a faluban a lakossága is szívesen részt vesz a programjainkon. Egyik vonalon megyünk a vallási részen. A faluban van egy nagyon szép templom, amit egy sváb asszony építetett a kis spórolt pénzéből. Évi 4 misénk van ott. Ide sikerült a gyerekeket bevonnunk, azzal, hogy az egyetemes könyörgéseket ők mondják. Mondjuk egy ilyen pici faluban, ahol ilyen 150-160 lelkes falu van, ha a misében 30-an vagyunk, az egy nagyon jó arány. És az, hogy a gyerekek eljönnek, az meg egy még jobb arány. Ezen kívül gyerekprogramokat is szervezünk, én is nagyon szeretek kézműveskedni, gyerekek is hálásak érte, de gasztronómiába is így iparkodunk, azaz egy nagy hívó szó, gasztronómia. A mi udvarunkban van egy kemence, meg egy bográcsozó, és a kenyérsütéstől a kolbászsütésig lepényt csináltunk, sváb nokedlit, sváb rakott káposztát, most pedig indultunk itt a versenyen, ahol kolbászt töltünk, kettőfélét, elővettük a régi sváb spórolós hagyományokat. Régen ugye kevesebb volt a hús. Nagyon régen, ugye amikor lesöpörték a padlásokat, elvitték az állatokat, akkor valamit kellett egész venni, és a svábok krumplival dúsították a kolbászt, és hamarabb kiszáradt, hamarabb kellett megenni. Nem az egész mennyiséget töltötték meg krumplival, hanem egy kisebb részt, amit hamarabb megettek, és a rendes húsból készült, azt meg föltették a füstre, és elrakták maguknak. De készítünk régi hagyományos sváb húsos hurkát is, és reméljük, hogy azzal is sikerünk lesz. És egy jellegzetes német kolbászt, bajor kolbászt, mert nincs paprika, nem inkább zöldfűszerek vannak, azokkal próbálunk itt kitűnni a többiek közül. Ez az a krumplis kolbász, amiben 8 kg hús van és 2 kg krumpli, és egyébként fokhagyma, paprika, só és egyéb fűszerek. Speciálisan férjem most nagyon készül, mert szeretne a kis csapat nyerni. Ez a bajor kolbász, látszik, hogy ez fehér, nincs benne paprika. Látszik, zellert vágtunk tegnap bele, és rengeteg zöld fűszer van. És reméljük, hogy amikor megsütjük, akkor ilyen szép fehér. A perekedi önkormányzat a Magyar Falu program pályázatán nyert 1 millió forintból szervezte és valósította meg a rendezvényt. Ez egy pályázatból valósult meg, az első disznótoros rendezvényünk. Próbálkoztunk, de úgy látszik, hogy nagyon jól sikerült, mert 22 csapatunk van, amelyik kolbászt és hurkát tölt, mindenki 8-8 kg húst kap, hurka alapanyagot és kolbászanyagot, és ebből 2 kilót vissza kell adni a rendezvényre, és azt itt a helyben meg lesznek sütve, és akik jönnek vendégek, azok meg fogják kapni kóstolóként. A többit meg a csapatok vihetik haza, vagy a csapat társak megehetik. Nem kötelező a disznótor, csak a disznónak tartja a mondás. Perekeden viszont senki sem akart kimaradni a közösségi élményből.